Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Íredent a plakett az elcsatolt vármegyék földjéből néhány szemet tartalmazó résztokkal, melyen Nagy Magyarország alakú kivágás található a következő felirattal. Nemzeti ereklye 63 vármegyénk vérrel, verejtékkel áztatott földjéből, hűséggel őrizzük e néhány porszemet. Ezzel a hónap műtárgya sorozatban kiállított tárgyal emlékezik a Vosinszky-Mor megyei múzeum a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. Történelmi okok vezettek oda, hogy elkerülhetetlenné lett a trianoni békedekrétum aláírása. Felbomlott Európa egyik vezető hatalma az osztrák-magyar monarchia, melyben a nemzetiségi problémák nem tisztázódtak az idők során, eközben a Balkánon létrejött nemzetállamok irredentizmusa is felerősödött. Ebben a helyzetben az első világégést követően a vesztes Magyarország számára előre kiszámítható volt, hogy minden erőfeszítés hiába való, a győztesek olyan békeszerződést készítenek, mely minden tekintetben hátrányos lesz Magyarország számára. Nagyhatalmaknak nem árt érdekében az, hogy fenntartsák az osztrák-magyar monarchiát, mint ahogy a korábbi évszázadokban ez érdekükben állt, hogy egy középső birodalom ellensúlyozza az orosz birodalom erejét. Ekkor már nem volt érdekük, hogy megtartsák a monarchiát. Ezen kívül Magyarországon a háború elvesztését követően olyan kaotikus helyzetek alakultak ki, hogy a kormányzatok nem tudtak jelentős erőt képviselni, amivel megállíthatták volna ezeket az elszakadási törekvéseket. Tehát nem tudták időben kiutazni például a békekonferenciára, csak 1920. januárjában ment ki a magyar békedelegáció Párizsba, akkor pedig már teljesen veszett fejszennyele volt, tehát nem tudtak érdemben változtatni a békeszerződés szövegén. A nagyhatalmi érdekek sokkal fontosabbak voltak, mint az, hogy a magyar békedelegáció kint van, vagy nincs kint, de valamennyit valószínűleg tudtak volna alakítani. A háború befejezésének, a békeszerződéseknek egy nagyon-nagyon nagy hibája volt az, hogy a vesztes feleket eleve háborús bűnösnek mondták ki. Tehát a vesztes feleket megalázták a békeszerződésekkel, nem csak Magyarországot, a többi vesztes államot is, a területek olyan mértékű elcsatolásával, mint ami történt, és a jóvátételek aránytalanságával a megalázottságuk a vesztes feleknek olyan mértékű volt, hogy ez megalapozta későbbi konfliktusoknak az alapjait. Történelmünket végigkíséri a vallási ereklyék és a nemzeti jelképek tisztelete, hiszen ezek nemzeti identitásunk szerves részét képezik. A trianoni békedekrétum okozta trauma következtében még inkább előtérbe kerültek a magyar nemzeti ereklyék. Számos olyan tárgy került kereskedelmi forgalomba, mely nemzeti témájú képeket, szövegeket közvetített. A cél az volt, hogy minél több magyar ember számára elérhetővé tegyék az alapvető identitásképző szimbólumokat. Pont az igazságtalanság miatt alakult úgy, hogy a revízió vágya szinte azonnal fellépett. A revízió a politika középpontjába került, az irredentizmus pedig az egész társadalom életét áthatotta. Nem csak a szemlélet volt, tárgyi jelek is voltak, számos olyan tárgy került kereskedelmi forgalomba például, amelyek nemzeti témájú képeket és szövegeket közvetítettek. Ennek az volt a célja, hogy ezeket az identitásképző, ezeket az alap identitásképző szimbólumokat az egyszerű ember számára elérhetővé tegyék, hogy ezeket egy valós, személyes élményanyaggá alakítsák, és így személyes élményé formálják az emberekben. Gyakorlatilag iparág épült ki ezeknek a tárgyaknak a gyártására. A végén már a mindennapi használati tárgyak szintjén jelentek meg a revizionista gondolatok. A végén már a hétköznapi tárgyakon is visszaköszöntek ezek az akkor megjelent és ma is ismert mondatok és jelszavak, például a nem-nem soha, mindent vissza, igazságot Magyarországnak. Nagy Magyarország képek mindenhol rajta voltak. Ebben a hónapban a hónap műtárgyának ezt a nemzeti ereklyét választottuk. Ez egy irredenta plakett, amelyet az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület adott ki az 1920-as években. A plaketten a felirat a következő: nemzeti ereklye, 63 vármegyénk vérrel, verejtékkel áztatott földjéből, hűséggel őrizzük-e néhány porszemet. Ezer éves jussunk, igazságunk megszentelt pecsétje ez. A plaketten található egy földdel töltött részszelence,
amely körül a szózat egy emblematikus sora olvasható, ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. És ha megfordítjuk, akkor a plakett hátulján egy körpecsét található, amelynek a felirata a következő. Ő felsége József királyi herceg fővédnöksége alatt álló Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület. Ez az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület, amelyet a Magyar Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum alapított 1924-ben. 1929-ig állt fent ez az egyesület, és a feladatai között találjuk a hadi személyek, események és színhelyek kultuszának ápolását. Tehát ők adták ki ezeket a nemzeti ereklyéket, és ők tanúsították, hogy a benne lévő föld hiteles. Tehát hitelesítették ezáltal a pecséttel. Nem csak ilyen plaketteket készítettek, hanem ezt a nemzeti ereklyét elkészítették oklevél, díszoklevél formájában is. Ez két változatban volt elérhető, névre szóló volt mindenképpen, a kisebb változatot a magánszemélyek, a nagyobbat pedig a hivatalok vásárolhatták meg. Még egy érdekesség, hogy a nemzeti ereklyének egy díszváltozatát a Nemzeti Ereklye Országos Bizottsága, mert ilyen is volt abban az időben, Lord Radermernek ajándékozta. Az angol lord akkor vált rendkívül népszerűvé Magyarországon, amikor élesen bírálta a trianoni békeszerződést Magyarország helye a nap alatt című cikkében, a saját lapjában, a Daily Mailben. Ezekben a mementónak szánt jelképes tárgyakban a két világháború közti korszak emberei hitüket, értékrendjüket, fájdalmukat fejezték ki, egy megmásíthatatlan döntés miatt, mely gyökeresen átformálta életüket. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolájában is megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napján. A Trianon 100 programsorozat eseményeként felavatták az iskola tanárának, Király Lászlónak a Nyugati Szél 1920-2020 címet viselő domborművét, melyet az évforduló tiszteletére alkotott. A szobrász azt mondja, fából szeret alkotni, és kerüli a közhelyé vált megoldásokat. Műve szimbolikus jelentéssel is bír. Igazán bensőségesre sikeredett idén a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképző iskolájának emlékműsora, amit a trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulója alkalmából tartottak az iskola udvarán, egy csoportnyi megemlékező előtt. A Trianon 100 programsorozat eseményeként felavatták az iskola tanárának, Király Lászlónak a Nyugati Szél 1920-2020 címet viselő domborművét, melyet az évforduló tiszteletére alkotott. Az összetartozás érzés az iskolának egy nagyon fontos érzés, nem csak a nemzetnek, hanem a kisebb közösségeknek is ez fontos. Egy 1000 fős iskolában nagyon fontosnak érzem azt, hogy érezzék a diák azt, hogy itt egy közösségnek a részei. Ez az összetartozás, ami a nemzetről szól ebben az évben is, és ezzel alapon meg különösen, ez az eltelt 100 év, ezt biztos, hogy meg kell, hogy erősítse. Ebben az iskolában nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre az emlékévre. Rendezvény sorozattal ünnepeltük ezt meg. Kicsit a vírushelyzet természetesen ezt felülírta, de az záróesemény, maga a dombormű átadás az nagy örömünkre megtarthatóvá vált. A fából készült dombormű szimbolikus jelentéssel is bír. Nem csak a gyász mutatja be a megtépázott zászlóval, hanem a dacot is, hogy a magyar népet nem lehet szétszakítani. Már közhelyé vált térkép szétdarabolást, az kerültem volna. Ha most megnézzük, akkor körülbelül minden településen körülbelül így fejezik ki ezt a gondolatot. Én bennem meg már nem csak szorosan Trianonnal kapcsolatban, hanem más ilyen sós tragédiáink, mondjuk a 48-as szabadságharc eleste, és hasonló ilyen sors kérdésekben formálódott már egy ilyen kép. Hát szobrász látásmód és szobrászként nekem adódott, hogy a síremlékeknek a gyászoló női alakja, aki vagy fő alak a képen, illetve a szoborban, a sírköven, vagy mellék alakként mutat egy ilyen magába zárkózó, saját tenyerébe temetkező figurát. Ezt gondoltam, hogy ez nekem egy jó alapmotívum ahhoz, hogy e körül kibontsam. De ugyanakkor, mivel zászlótartó is, ez a kiállás azért többet is jelent, mint pusztán gyászt. Tartjuk a zászlót. Olyan gondolkodású szobrász vagyok, aki
nem szereti, ha fölteszem, odébb nyomom, leveszem, visszavakarom, megint ráteszek. Tehát az ilyen képlékeny, könnyen változtatható anyagokat nem. Az én fejemben mindig úgy állt össze, hogy veszem le a fölösleget. Addig, míg eljutok, addig, aminek szerettem volna, vagy a lehető legjobban eljutok odáig, amilyennek szerettem volna. És hát ez egy más gondolkodás, teljesen más gondolkodásmód, mint fölmintázni egy szobrot. Természetesen, amíg tanultam, addig azt is kipróbáltam, meg fémet is öntöttem, meg sok mindent csináltam, de ezek talán az anyag kevésbé szeretése miatt is úgy elmaradtak. És másfelől meg ez az a technika, amit gyakorlatilag mondjuk, hogy nulla felszereltséggel is egész jól lehet csinálni, úgyhogy meg az anyag is egy olyan dolog, ami úgy kéznél van. Uh-huh. Már csak praktikus okokból kifolyólag is, de hát messze több annál, szóval egy csodálatos anyag a fa. Király László, aki 1984 óta tanít az intézményben, nem először adományozott az iskolának domborművet. Ezentúl könyveket is szívesen illusztrál szabadidejében. Hamarosan elkészül a 6. könyv ábrázolásával. Az utolsó tanítási napok zajlanak az iskolákban. Az idei esztendő mérföldkő lesz a jövő oktatását tekintve, hiszen a koronavírus járvány miatt nagyobb hangsúlyt kapott a digitális képzés. A pedagógusok véleménye szerint új időszak indult a magyar oktatásban. Német óra zajlik a Szekszárdi Gadai János gimnáziumban, természetesen távoktatási formában. A koronavírus járvány hatására sokkal nagyobb hangsúlyt kapott ez az oktatási forma, és ma már a pedagógusok kijelentik, mérföldkőhöz érkezett a hazai oktatás ügye, hiszen olyan technikák járatódtak be, melyek meghatározzák majd a jövő iskoláját is. Heyman Józsefné a gimnázium igazgatója azt mondja, ha a vírus járvány akár 4-5 évvel ezelőtt érkezik, az iskolarendszer sokkal nagyobb bajban lett volna. A digitális oktatás infrastruktúrája azóta olyan mértékben épült ki, hogy ennek, no meg a pedagógusok kreativitásának is köszönhető az ökkenőmentes átállás. Bizonyos keretek között ez lesz a jövő, teszi hozzá. Nyilván ezek a keretek azt jelentik, hogy a tanuló nem otthon van, hanem az iskolába, de digitális tananyagot oktatunk, digitális tananyag segítségével. Kicsit nagyon gyorsan jött a változás, de ugyanakkor a pedagógus társadalmat egy teljes módszertani megújulásra készítette, és ezek a lehetőségek adottak, hiszen gyakorlatilag okostábláink vannak, projektoros lehetőségek vannak. Tehát ez a digitális oktatás, amit most tananyagot feldolgoztak a kollégák digitális formában, ezt kell majd alkalmaznunk a tantervi keretek között, úgy, hogy már a diákok, amit ugye nagyon hiányoltunk, a személyes kapcsolatok meglegyenek. És ha a kettőt jól tudjuk ötvözni, akkor úgy gondolom, hogy a magyar oktatás módszertani szempontból egy óriási megújulás előtt áll. Iskola szervezési formákban sok mindent látunk, kollégák, tanárok munkájának szervezési formájában, hogy nagyon sok minden otthonról is elvégezhető, vagy sokkal egyszerűbben, akár érettségi időpontok is nagyon bevált, például a 9 órás érettségi, ezt nagyon jónak tartjuk, ezt a kezdeményezést, hogy az érettségi 9 órakor kezdődjön, vagy betekintést másképp szeretnénk szervezni, tehát nagyon-nagyon sok tapasztalatot hozott. Egészen más egy közép és egy sokkal nagyobb törődést és személyes kontaktust igénylő általános iskolás helyzete. Pekari Bernadett, a Gadai Általános Iskola igazgatója azt mondja, a szakma egészen számára motivációt jelentett a bekövetkezett változás. Azt gondolom, hogy mi pedagógusok és minden szereplő, aki ebben a 3 hónapban kőkeményen helyt állt, azt gondolom megtapasztaltuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy az iskolában minden résztvevő jelen legyen. Értem ezt, hogy a szülők együttműködése nélkül nem valósulhatott volna meg a gyerekek hozzáállása, hoz mérten nem valósulhatott volna meg. Tehát ez egy szimbiózis tulajdonképpen, amiben együtt dolgoztunk, de azért vagyunk pedagógusok, a gyerekek azért gyerekek, és az iskolát azért teremtették meg, hogy bejárjunk. Tehát nagyon-nagyon hiányoztak nekünk a gyerekek, nagyon hiányoztunk egymásnak mi kollégák, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, a sok segítségért, amit a szülőktől kaptunk. Nagyon sok tapasztalat van, jó tapasztalat van a 3 hónap végén, amit tulajdonképpen így összegzésként elmondhatok.
Egyrészt az a tantárgyi koncentrációt szeretném kiemelni, ami azt gondolom, hogy amikor átgondoltuk ezt a 3 hónapot, hogy mi vár ránk, akkor nagyon jól tudtak együtt dolgozni a kollégák az egyes tantárgyak kapcsán, hogy minél kevesebb leterheltsége legyen a gyerekeknek, illetve hát általuk ugye a szülőknek. A másik az az együttműködés, az a szakmai együttműködés, ami a kollégák között országos szinten megvalósulhatott. Olyan zárt csoportokban dolgoztak országos viszonylatban, amiből csak módszertani kultúrájuk gazdagodhatott, és olyan például feladatkészítési módokat, olyan applikációkat adtak át egymásnak, ami azt gondolom, hogy nagyon hatékony lesz majd a továbbiakban a szeptemberi kezdésben. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelünk belőle jó sok dolgot, jó sok pozitívumot, de én azt gondolom, hogy gyerekek nélkül, pedagógusok nélkül nincs iskola. A középiskolások projektekben történő oktatását a későbbiekben a munkaerőpiacon is hasznát vehetik. Minden előnyét figyelembe véve, a legnagyobb hátrány azonban a diákok szerint a közösségek hiánya volt. Hát szerintem, amikor elkezdődött az egész online oktatás, akkor igazából az jelentett mindenkinek a legnagyobb kihívás, hogy ezt a teljesen új szituációt megszokjuk. Mert a tanáraink azért nagyon hamar sikerült nekik átültetni a tananyagot a különböző online platformokra, és volt olyan tantárgy, amiből ez kisebb kihívást jelentett, volt, amiből nehezebb volt azért megszervezni, például a nyelvekből, vagy az olyan órákból, ahol azért nagyobb szükség van arra, hogy kontaktusban legyünk egymással, vagy a tanárral. És hát szerintem egyébként így a végére egész jól belerázottunk, tehát különböző projektmunkák, amikből régen mondjuk, amíg az iskolában voltunk, kevesebbet tudtunk csinálni, azok szerintem, azoknak a számok megnőtt, és ezek szerintem nagyon hasznosak, viszont persze nagyon hiányzott a közösség, vagy az, hogy bejárjunk, vagy a szokásos és hétköznapjaink, amiket eddig teljesen megszokottnak gondoltunk. Nyilván itt is tudtuk segíteni egymást, de az a tényleg az, hogy bejárunk, és akkor elmegyünk együtt valahova, és iskolában még segítünk egymásnak, a házikban segítünk, az nem volt itt meg ugye úgy, ahogy eddig. És hát nyilván utána lesz sok előnye is, mert ezek a projektmunkák, akik így felkészítenek előre, nagyon sokat itt önállóan kellett, és igazából úgy dolgoztuk fel a dolgokat, ahogy mi szerettük volna, mi tudtuk beosztani. Ez egyébként nagy segítség volt szerintem. És egyébként szerintem egy pozitív előrehaladást figyeltem meg így a saját tanulmányomban, mert hogy sokkal hasznosabban és jobban tudtam beosztani az időmet, mint ugye eddig. A gyerekek és a pedagógusok nélkül nincs iskola, mondja Pekari Bernadett. Így meg kell találni a jövő oktatási rendszerében azt az egyensúlyt, mely a most tanultakat ötvözi majd a hagyományos oktatási módokkal. És a gyerekek most jöttek rá igazán, miért is jó iskolába járni. A Paksi Pro Artis Művészeti Iskolában nehezen vészelték át az elmúlt hónapokat, de már újraindulásra készülnek. Az iskola zenekara, a Paksi Pro Artis Wine Band közel 1 órás térzenét adott a Tömb első koncertek hétről hétre sorozat részeként. Fúvósoktól volt hangos Pakson a Szent István Park. A Paksi Pro Artis Wind Band közel 1 órás koncertjén közismert dalokat adott elő Tóth János karmester vezényletével. Az együttest az iskola jelenlegi növendékei és régi diákok, valamint a fúvós tanszak jelenlegi és korábbi tanárai alkotják. Az elmúlt években több egész estés koncerten, illetve térzenés produkcióban léptek fel, mely most a pandémia miatt elmaradt. Felüdülés volt egy ilyen hosszú idő után a nagy közönség elé lépniük. Mint minden iskolában nagyon gyorsan kellett megszervezni a digitális oktatást. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal a kollégáim előtt. Március 18-a óta egyik napra a másikra átálltunk mi is ilyen távoktatásra. Ez ugye a művészet oktatásban, főleg a hangszeres oktatásban elég bonyolultnak látszik, mert ugye nem mindenkinek van otthon a hangszere, de szerencsére ez esetünkben nagyjából megoldott. Tehát nagyon kevés olyan tanítványunk van, akinek nincsen otthon saját hangszer, és nem tud önállóan gyakorolni. Természetesen ez az időszak nagyon-nagyon nehéz volt mindenkinek.
kollégáimat nagyon megterhelte, megviselte, de nyilván minden pedagógust az országban azért azt látni kell, hogy nem olyan egyszerű ez, főleg, hogyha valaki otthon van összezárva a családjával, és a gyerekét nevelés közben még a más gyerekét is oktatni kell, ez egy kicsit nehéz. Szoktam volt mondani, hogy a mi esetünkben van egy olyan házaspár az iskolában, akik mind a ketten itt tanítanak, és három gyermekük van, akikből kettő szintén középiskolás művészeti iskolába járt, tehát őket távolról oktatták, miközben a két szülő távolról oktatott, mindezt egy hálózati rendszeren és egy házba bezárva. Azt gondolom, most túl vagyunk ezen a kritikus és áldatlan állapoton, hogy mi lesz a jövő, tehát hogy mennyire szenvedtük meg. Ezt még pontosan nem tudom, küldtünk ki kérdőíveket, küldtünk ki visszajelentkezési lapokat a szülők felé, ezek vissza is érkeztek nagyjából, illetve új beiratkozókat várunk. Sajnos a reklám tevékenységén nem tudtuk elvégezni azokat a munkákat, amiket ilyenkor szoktunk, óvodákba szoktunk menni, óvodásokat szoktunk fogadni, térzenéket szoktunk adni. Ezek nem történtek nyilván meg március-április hónapban, viszont a közösségi oldalunkon, tehát közösségi oldalunkra tettünk föl különböző videókat, amivel csámítottuk az embereket. Azt gondolom, hogy talán átvészeljük valahogy. Az volt a nagy szerencsénk, hogy lecsengett nagyjából ez a vészhelyzet, úgy tűnik talán, meg hát ugye Tóna megy elég jól szerepelt, hogyha ezt lehet ezt így mondani, hogy viszonylag alacsony volt a fertőzöttség, és most már, hogy kicsit szabadulunk a békjóból és a fogságból, most a fúvós zenekarunk tudott már egy koncertet, egy térzenét, egy szép 3-4 órás térzenét adtak a Szent István Parkban. Azt gondolom, hogy ez is jó. Szép közönség, szép számmal voltak közönségek is, úgyhogy én azt gondolom, hogy most visszaindulunk még erre a hónapra, tehát a júniust még egy kicsit megpróbáljuk megnyomni. Júliustól szabadságon van mindenki, meg is érdemli minden kollégám a szabadságot, mert rengeteget dolgozott azért. Bár ez most ugye nem látszott annyira kifelé, de én tudom pontosan, tisztában vagyok vele, hogy mennyi munkával járt ez a két hónap, 2-3 hónap. És aztán szeptembertől újult erővel fogunk belevágni a munkának. Tehát augusztusban már, hogyha az összejön, mert tervezzük a tubakurzust, illetve a Nemzetközi Fúvós Fesztivált, és hát augusztusban fölmérjük újra az erőinket, és visszaállunk a rendes kerékvágásba. Bízom benne, hogy ez így fog működni. Hát nálunk 25 pedagógus dolgozik az ügyön, illetve hát a táncpedagógusokat sajnos kivették a rendszerből, ők óraadók, és a fenntartó a balettanároknak nem fizetett óradíjat erre az időszakra, úgyhogy ott valószínűleg nagyon nagy veszteségeink lesznek, ott még nem vagyok tisztában, hogy hogyan fog indulni a következő tanév. Ez sajnos így alakult, erről nem tehetek, illetve hát senki nem tehet, ez egy felső utasítás vagy döntés volt. A képzőművészek nagyon jól működnek, Zécz Judit kolléganő már évek óta Facebook csoportot működtet, ahol a munkákat közösen egymásnak megmutogatják és feltöltik. A táncművészeti ágon a végzős tanulók ennek ellenére, vagy mindenzel együtt, és ennek nagyon örülök és nagyon büszke vagyok rájuk, a tanáraik tiszteletére, amit március elején elkezdtek koreográfiát betanulni, csak megszakadt a folyamat, azt ők önállóan begyakorolták, és egy videóra felvették, ezt is megosztottuk a közösségi oldalunkon, és nagyon hálás vagyok nekik ezért. A többi kolléga, hát körülbelül közel 400 gyerek van az iskolában, akit tanítunk. Ez nem csak Pakson, hanem Bölcskén, Madocsán és Nagydorogon is számít. Különböző módszerekkel próbáltuk utolérni a gyerekeket, mindenki ahogy tudta, mert nyilván otthon sem áll mindenkinek minden eszköz rendelkezésére, de vannak erre már nagyon jó online módszerek, mások már ezt kipróbálták, lehetett osztálytermet létrehozni, és Google-ön keresztül, vagy bármilyen más csatornán keresztül, de volt, aki csak telefonon beszélgetett, elmondta az instrukcióit, és úgy adta át a tudást. Sajnos nem ugyanaz, mint szemtől szemben nyilvánvalóan, ezért is igényel sokkal több időt, sokkal több energiát mindenkitől, hogy ez működjön. A Kultúrpercek sorozatban lépett fel Szekszárdon a Medinai Tambura zenekar. A közkedvelt együttessel készült riportunkat a jövő heti Kultúrszobában láthatják. Most egy kis ízelítőt adunk a programból.
legyünk. Egy ünnepelt énekesnőnk, ki mindig a szívről dal. Rózsa a kedvencem úr, festő mindent eladó. Házakból eddig lakott, rózsákat vett vagyonál. Megkapta minden dalán. Millió, millió, millió rózsaszál, térrös napkaló tavaszi út korán. Millió, millió, millió rózsaszál, gyönyörű tüzeles sors nem volt talán. Millió, millió, millió rózsaszál, térrös napkaló tavaszi út korán. Millió, millió, millió rózsaszál, gyönyörű tüzeles sors nem volt talán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!